Csendesen fodrozódik a folyó Tiszadob mellett. Azért sem erős a sodrás, mert ez egy holtág. Az 1846-os tiszaszabályozás után alakult ki, amelyről emlékmű is tanúskodik, mondta 35 perc című műsorunkban Bán György polgármester. A Tiszadobon mindenki a település közepén vagy a településen keresi az úgynevezett tiszaszabályozási emlékműveket. Viszont ezek a tisztaszabályozási emlékművek nem tisztadobb belterületén vannak, hanem tisztadobb belterületéhez két kilométerre a Tisza folyónak a baltöltésén Van kiépítve egy hármas emlékmű, ugye megtalálható a Széchenyi emlékműt, megtalálható az András emlékű, és ugye megtalálható, úgy hívjuk, hogy vásárhelyi emlékmű, tehát ugye van a ötletgazda, van a tulajdonképpen a területgazdája, és a, van a, a, kivitelezés tervezője, akik megálmodták ezt a tisztaszabályozást. És tulajdonképpen 1846-ban itt Tiszadónál történt ez a tisztaszabályozás, és ahogy elmondtam, ebből a tisztaszabályozási konkorból kimaradt egy 86. 6 hektáros rész, azt ugye tiszának is hívjuk, régiesen holtiszának. Na itt van ez a strand. A nyíli mezőségi programban szereplő fejlesztés célja, hogy vonzóvá és bejárhatóvá tegye a holtákat a turisták számára. Ezért kerékpárokat és sárkányhajókat is beszereznek. Ha ezt a turisztikai pályázat összefoglalnám, akkor hármas felosztásba lehetne megemlíteni. Az egy első az, hogy ehhez a szabad strandhoz építettünk egy egy úgynevezett közösségi fogadóteret parkolókkal, felújítottuk a helytörténelmi gyűjtemények házát, és beszereztük több mint 12 millió forint értékbe azokat az eszközöket, amik, amelyek a Tiszadóra látogató turistának a szórakoztatására alkalmasak, illetve ezekkel az eszközökkel, itt a kerékpárokról gondolok, meglátogathatják tulajdonképpen a külteretten lévő történelmi emlékműveket. Mert legyünk őszinték, a Tisza szabályozása az a magyar történelemnek egy csícske, egy része, és hát nagyon sok ember van ebben az országban, de országhatáron kívül is, aki hallott, olvasott róla, hogy hol kezdték a Tiszaet szabályozni, de hogy pontosan hol van az a 0 nulla pont, hát ez a 0 nulla pont ott van, ahol ez a há három emlékmű még körül veszi és hát bizony ide elmennek és meglátogatják. A program jól illeszkedik a településen álló Andrássy Kastély korszerűsítéséhez. A más forrásból a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. felügyeletével zajló belső felújítás után váratóan idén novemberben nyitja meg kapuit a Kastély Tiszadobon.